Kocsis Máté polgármester és a fideszes többségű Józsefvárosi önkormányzat hadat üzentek a hajléktalan embereknek. Kocsis Máté konkrétan így fogalmazott. Nincs olyan, hogy hajléktalan kérdés. Közrendvédelmi kérdés van. Ha nem szorítjuk ki a hajléktalanokat, akkor ők szorítják ki a józsefvárosiakat. Egy más települések nem, hogy nem foglalkoznak és nem veszik ki a részüket a közös problémákhoz, hanem kifejezetten sportot tűznek akkor, hogy vagy Budapesten, vagy az ősebb 8. kerületben küldik a saját elesett embereket. Polgármesteri utasításra 24 órás ügyeletben járják rendőrök és közterületfenntartók a kerületet egyetlen céllal, hogy bármilyen okkal is, de megbüntessék az utcán élő embereket, és elriasszák őket. Aztán annyi történik, hogy a hatályos jogszabályokat, amelyekkel ő is tudja, egy képviselőtestület és egyébként minden intézkedő személyes kötelező jogszabályokat betartja, azt történik. Egyébként nagyobb erővel van jelen a rendőrség, illetve a közterületfelügyelő az utcákon. Egy dolgot elértünk, azt, hogy ez a kerület jelenleg tisztul. Ő azt szeretné, hogy azok az emberek, akik nem a 8. kerületben lettek hajléktalanok, azok a 8. kerületből tűnjenek el. Zaklatják a hajléktalan embereket. Konkrétan megindult rendőrségi akciók, razziák, józsefvárosi közrendvédelmi intézkedés sorozat kapcsán súlyos aggodalmát fejezi ki az országgyűlési biztos. Ezeket az embereket eltüntetik, azok elől, akik segíteni tudnának nekik, ettől még több fagyhalál lesz a télen. A józsefvárosi közrendvédelmi akció eredetileg egy fővárosi rendelkezésen alapult, ami akár 50.000 forint pénzbírság kiszabását is lehetővé teszi akkor, ha valaki életvitelszerűen tartózkodik az utcán, vagyis utcai hajléktalan. Amikor meghozta az önkormányzat, a fővárosi önkormányzat ezt a rendeletet, akkor, és ebben előírta ugye ezeket a nem életvitelszerű közvetlen tartózkodásnak a szankcionálhatóságát előírta ebben a rendeletben, akkor ezt ombudsman ezt is megvizsgálta, ezzel kapcsolatban is kifejtette az álláspontját, és azt mondta ki összefoglalóan, hogy a hajléktalanság mint státusz szankcionálását jelent, és státuszvédséget hoz létre ezzel a jogalkotó, ami független a felhatalmazásnak az alkotmányosságától önmagában is olyan súlyos alapjogsérelmet jelent, sérti az emberi méltósághoz való jogot, sérti az egyenlő bánásmód követelményét, hogy ezt szintén visszásnak talált. A mi országunkban nem történhet meg 20 évvel a rendszerváltás után ismét, hogy emberek nem azért kerülnek börtönbe, mert bűncselekményt követtek el, hanem azért, mert valamilyen helyzetben vannak. Két hét alatt Józsefvárosban közel 300-szor büntettek meg hajléktalan embereket életvitelszerű közterületen tartózkodásért. Most azért vagyunk itt, mert hétfőtől rájuk börtönbüntetés várna. Jelenleg az országgyűlés előtt van egy olyan törvényjavaslat, ami alapján 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal, vagy akár elzárással is büntethető lenne a visszaeső hajléktalanság. Vagyis az, hogyha valakit fél éven belül kétszer azon kapnak, hogy életvitelszerűen az utcán tartózkodik. A TASZ szerint ezek a rendelkezések embertelenek és elfogadhatatlanok. Elfogadhatatlanok lennének akkor is, hogyha nem tudnánk azt, hogy a körülbelül 5500 budapesti hajléktalan szállói férőhelyen a legalacsonyabb becslések szerint is 8000 embernek kell osztoznia éjszakánként. Ha minden hajléktalan embernek jutna így szállói férőhely, akkor is alapvető emberi jogokat sértene valakit pusztán az élethelyzete miatt megbüntetni. Mindezek mellett a kormánynak nincsen hajléktalanügyi stratégiája, a valóban változtatásra szoruló hajléktalanügyi ellátórendszert, a lakáspolitikát nem érintik érdemi változások. Fontos eleme kell legyen a hajléktalan ellátásnak a prevenció. Tudnék, most nincs prevenció. Tehát miközben a hajléktalan ellátás dolgozik azon, hogy az emberek valahogyan visszakerüljenek, egyáltalán életben maradjanak és visszakerüljenek a lakásos életbe, vagy hogy mondjam, olyan életkörülmények közé, ahol van lakhatásuk, aközben az egyéb jogszabályok, gyakorlatok, azokban egyáltalán nem érhető ezt tetten, tehát ugyanúgy folyik a idézőjelben mondom hajléktalan gyártás. Ebbe a 20 évbe a hajléktalan szállóknak a felépítésével a szociális bérlakások számának leamortizálásával, eladásával és újak nem teremtésével teremtették meg a hajléktalanság alapjait. Nagyon is változásra van szükség.
a mai hajléktalan ellátás az, ha mondjuk Nyugat-Európa viszonylatban nézem, akkor a 30-as évek hajléktalan ellátása. Mindenütt ez a típusú nagy dormitóriumok, nagy szállók, tömegszállások voltak, jellemezték Nyugat-Európát is kb. A 70-es évekig. Legfőbb dolgnak azt tartanám, hogy nem rövidesen, de nagyon hamar megszűnjenek a hajléktalan szállók. Én azt szeretném, hogyha minden kormány és mindenki azon dolgozna, hogy megfizethető szociális bérlakások legyenek. Én nagyon sok szociális munkással beszélgettem, ismerek köztük olyanokat, akik tényleg nem azért csinálják, mert a 9000 forintot megkapja havonta, hanem mert ő is azt szeretné, hogy egy igazságosabb társadalom legyen Magyarországon, és ők is azt mondják, hogy a hajléktalanságból nem, neki nem ott kellene dolgozni, hanem neki az lenne a dolga, hogy minden hajléktalan embernek tudjon munkát keríteni, tudjon megfelelő minőségű lakhatást biztosítani. Követeljük, hogy Kocsis Máté polgármester, a fideszes többségű Józsefvárosi önkormányzat, és tovább menve minden budapesti kerület, valamint Tarlós István főpolgármester és Budapest főváros közgyűlése azonnali hatállyal állítsák le a kerületben élő hajléktalan emberek indokolatlan zaklatását, bírságolását és fogdába vitelét. Semmisítsék meg a már hatályban lévő hajléktalan embereket büntető rendeleteket, és vonják vissza a hasonló rendeletekre vonatkozó előterjesztéseket. Mindezek mellett követeljük, hogy Kocsis Máté, országgyűlési képviselő, és a fideszes többségű parlament semmisítsék meg a közterületen való tartózkodás büntethetőségét, vonják vissza a súlyos vétó módosítási javaslatokat, és ne fogadjanak el több hajléktalan ellenes törvényt. Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén. A magyar ember számára a lakás, a saját otthon, a család biztos fészke a legfontosabb dolog. Ezért is vagyunk mi magyarok hajlandóak arra, hogy többet dolgozzunk, ha kell, megfeszüljünk ezért, mint bármi másért. Önálló otthon, saját lakás, szabad élet. Ez csak együtt lehetséges. Újabb és újabb lépéseket teszünk annak érdekében, hogy mindenki talpra tudjon állni, talpon tudjon maradni, és senki se veszítse el a fedelet a saját maga és családja feje fölül. Izgalmas, nehéz időszak áll előttünk.